Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit. A Weekend mai adásában ellátogatunk levelekre, Máté Szalkára és Nyíregyházáról is mutatunk érdekességeket. Kezdjük is rögtön egy programajánlóval. Vasárnap Korányi Streetball Piknik Nyíregyházán. Vendégünk a program szervezője Balogh Béla. Jó estét, szia! Jó estét, szia! Hát nagyon nagy buli ígérkezik, azt gondolom, itt Nyíregyházán, rengeteg dologgal készültök, ugye hát tulajdonképpen téged a médiához csatolnak a kedves nézők, de most itt, mint a Nyikse elnöke foglalsz helyet, úgyhogy mindenki, aki él és mozog és imádja a sportot, és valamiféle összeköttetésben áll a kosárlabdával, azt gondolom, hogy ott a helye, akinek meg még nincs semmiféle szenvedélye ezzel kapcsolatban, annak garantáltan lesz, hogyha ellátogat ezekre a rendezvényekre, vagy magára a programra. Úgyhogy egy picit akkor csináljunk kedvet a kedves nézőknek, mivel készültök. Hát nem csak kosárlabda, hiszen ez elsősorban ez egy családi és gyermeknapi rendezvény, hiszen hónap után gyermeknap, ugye, és hát nagyon készülünk a kicsikre, a fiatalokra, azokra is, akik nem kosárlabdáznak, vagy nem tudtak kosárlabdázni, vagy nem tudnak. De még kicsik, igen, még szeretnének, vagy szeretnék kipróbálni, de olyan családokat is várunk, ahol élvezettel streetballoznak, hiszen a streetball erről szól, az utcán egy palánk, lehet dobálni, lehet kosárlabdázni. És nem kell hozzá feltétlen technika, és nem kell versenyszerűen érteni a kosárlabdához. Emellett a kísérő programok között mindenki, aki nem is akar akár labdát fogni, is megtalálja a magának kedves programot. Két helyszínen zajlik. Nyilván ennek a rendezvények volt egy előzménye 2019-ben a Jósavárosi Streetball Piknik, szintén a Bánki iskola udvarán a Korányi 15 szám alatt volt, viszont most azért lett Korányi Streetball Piknik, hiszen a Korányival párhuzamosan Törpe utca és a Törpe utca melletti tér, ahol szintén van egy streetball pálya, egy nagyszerű pálya, amelyet az ott lakók, környékbeliek szívesen vesznek és szívesen használnak. Oda is ugyanazok a programok lesznek, ugyanazok a fellépők, táncosok, az Y2K, a Street Dance School, és még sok nagyszerű táncos fiatal. Lőrinci Fanni énekelni fog, mind a két helyszínre oda látogatnak, és a fellépők, hiszen ez a két helyszín egymástól 300 méterre van. A Törpe térnél zajlik, a Törpe utcán áll a családi küzdelmek, a családi viadalok, tehát oda családdal lehet nevezni. Nyilván a nevezés az nagyon egyszerű, hiszen ott reggel is lehet, vagy a nyikse.hu oldalán a weblapunkon keresztül egy űrlap kitöltésével, és aki nevezett, az pólót kap, és hozzá egy ebédet is, valószínű babgulyás lesz, de lesz fánk, sok érdekesség és kísérő programok tekintetében természetesen gondolunk az egészséges életmódra, és a terembe is zajlik majd egyébként ügyességű vetélkedő. Többek között kipróbálják a részek szemüveget, amivel nagyon nehéz kosárlabdázni és dobni, de nem csak a nyikse fiatalokat várjuk oda, hanem aki egyáltalán szeretné próbára tenni az ügyességét. Mi a tapasztalat? Mondjuk valaki elmegy egy ilyen családi rendezvényre, elképzelhető, hogy annyira megfertőződik, hogy később aztán profi sportolóvá válik? Hát már lehet, erre igen, példa? Hogy kosárlabdázik, és megpróbál megismerkedni, vagy szülő elhozza a gyereket, a gyereknek megtetszik. Nem ez feltétlen a célja. A célja a mozgás, az egészséges életmód, egyébként a szépségápolással kapcsolatban is lesznek bemutatók, és lesz ilyen tanácsadás, ez például a Törpe utcán, a Törpe térnél, illetve a Bánki udvarán is lesznek egészségügyi szűrések, ilyen vércukorszintmérés, vitaminszintmérés, tanácsadás, biorezonancia, az újraélesztés rejtelmeivel lehet ismerkedni, ezt lehet gyakorolni gyermekeknek majd. Szóval nagyon sok érdekesség lesz, és olyan kísérő programok, az EAK Nonprofit Kft.-nek a játékait lehet kipróbálni, ezeket a környezettudatos játékokat, úgyhogy szerintem mindenki megtalálja, akár más nem a legkisebbek, az ugrálóbánál, a rajzolósaroknál, a maguknak kedves programot, és nyilván ezzel el lehet tölteni az egész napot reggeltől egészen délutánig. Amikor is eredményhirdetések, sok-sok ajándékunk van, azoknak is, akik esetleg nem versenyszerűen indulnak a streetballon, a 3-3 elleni küzdelemben, hanem szeretnék mondjuk magukat csak így labdavezetéssel, dobálgatással, ügyességi játékokban kipróbálni.
Tehát profi program, de azért elég laza, úgyhogy ha valaki oda megy, semmiről nem marad le, akár ott a helyszínen is tud regisztrálni. Mindenképpen reggel 8-9 óra között folyamatosan regisztráznak, a küzdelmek majd 10 órától fognak indulni, de már addig is lehet igénybe venni az ingyenes programokat, az ugrálóvárat, a szűrőprogramot, lesz trambulin például, úgyhogy kicsiknek, nagyoknak ezen a két helyszínen, a Törpe utcánál lévő téren és a Bánki iskola udvarán hátul várjuk a kedves látogatókat és gyermeknapozókat. Azért nem engedünk el anélkül, hogy egy kicsit az a büszkeség hangjait is meghallgassuk, hiszen ugye aki mondjuk pont regisztrál és vagy nyomon követi a nyíregyházi sporteseményeket, azt tudja, hogy a Nyikse U12-es fiú csapata milyen fantasztikus eredményeket ért el Szarajevóban. Mennyire volt ez meglepetés, vagy végül is hozták azt, amire számítottatok? Óriási meglepetés volt. Így már a közel, vagy több mint egy hónap távlatából már annyira nem volt, hiszen időközben a régióban is mind az U11-es csapatunk, mind az U12-es a legjobb lett. Tehát itt a vármegyének a legjobbjai lettünk, az U10-es csapatunk is, szóval a teljes utánpótlás vertikum, én azt gondolom, hogy nagyon jól teljesített, és ez egy nagyon sikeres év volt. Ez pedig megkoronázta egy nemzetközi szereplés, amikor húsvétkor Szarajevóban voltunk. Ezen a boszniai tornán több mint 100 csapat vesz részt. Több ezer ember van. Szinte így leírhatatlan, hiszen Szarajevóban téli olimpiát rendeztek, nagyon sok infrastruktúrájuk van. Egy 350 ezres városban, ha el tudod képzelni, hogy 4 és 5 csillagos szállodák, 3-4 tornateremmel például felszerelve, tehát csarnokkal, ahol labdajátékokat lehet bonyolítani, így kosárlabdát is, és csak az U12-es korosztályban például 30 csapat volt, 6-5-ös csoportba szervezve, és hát éppen lemaradtunk a legjobb 8 közéjutásról, pont különbséggel a 9. lett a csapat, miközben úgy mentünk ki, hogy a szerb, a szlovén, a horvát és a bosnyák és olasz csapatok között, akár hogy egy mérkőzést talán tudjunk nyerni, ezzel szemben a 4 mérkőzésből 3-at sikeresen abszolváltunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen nagy siker és nagy tapasztalat a gyerekeknek, egy örök élmény. Láthatták azt, hogy milyen egy igazi kosárlabda országban és kosárlabda régióban, Európa déli részén ugye a szerbek, a szlovénok és a bosnyákok is, meg a horvátok is nagyon erősek a kosárlabda terén, és látták, hogy milyen az az iskola, milyen ott küzdeni a labdáért, ahol kicsit később fújják a szabálytalanságot, a fautokat, sokkal nagyobb a birkózás, a küzdelem, és nehezebb teljesíteni, de mindenképpen ez még csak fokozza azt a sikert, vagy feljebb rangsorolja, amit így elértünk egy ilyen csapatközegben. Na hát akkor azt kívánjuk tiszta szívből, hogy ez a lendület ez maradjon, és ehhez hasonló, sőt még ettől is fényesebb sikereket érjenek el a fiúk, illetve a lányok is, és hát mindenki érezze magát nagyon jól ezen a partin 26-án, ahol valószínűleg például akár már a profi játékosokkal is találkozhatnak a nézők. Köszönjük szépen! Köszönjük! Kedves nézőink, ahogy a műsor elején ígértem, iránylevelek, ahol 16. alkalommal szervezték meg a Krétakör művészeti versenyt. Volt tánc, zene, vers és mesemondás, ez következik most. Ez még csak a próba. A fiatalok a Leveleki Általános Iskola udvarán gyakorolnak, hamarosan azonban a színpadon mérhetik össze tudásukat az idei Krétakör művészeti versenyen. A megmérettetést 16. alkalommal szervezte meg partnerintézményeivel közösen a Freedance Alapfokú Művészeti Iskola. A résztvevők számos művészeti ágban versenyezhettek, az indulók létszáma pedig meghaladta az 1200-at.
Mint ahogy halljuk, a táncművészeti ág a legerősebb, hiszen a néptánc tanszakunk is nagyon erős, a nagyecsedi hagyományőrző együttessel együtt dolgozunk a magyar és cigány csapattal, és ez is adta az indítatást, hogy a néptánccal is foglalkozzunk. Ezen kívül modern tánc és társas tánc és egyéb táncos kategóriák is megjelennek. Van zongora tanszakunk, így a zongoristák a művelődési házban mérik össze tudásukat. Megközelítőleg ott is 150 gyermek van, aki most még a pillanatokban is zongorázik, és citerások azok új elemként jelennek meg nálunk. Nagyon szeretnénk a népi hangszereket népszerűsíteni, és ezért a citera tanszakot is beindítottuk. És vers és mesemondók is voltak, és volt egy nagyon édes kislány, aki arról mondott el egy történetet, hogy milyen nehéz versenyezni, és annyira nehéz, hogy a végén már éppen nehéz még hangsúlyozni is, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes produkciók születnek folyamatosan. Hanyadik alkalommal van Kréta körművészeti verseny, és kik szervezik, milyen céllal indult? Ez már a 16. Krétakör művészeti verseny. A célunk az volt először, hogy a saját gyermekeinknek megteremtsük a lehetőséget, hogy versenyeken vegyenek részt, hiszen nekünk nagyon sok hátrányos helyzetű településünk van. Aztán nagyon szerettük volna közelíteni a művészeti ágakat, hiszen a tánc, a zene, az ének, vagy a képzőművészet. Én azt gondolom, hogy mindegy olyan komoly dolog, hogy mind olyan sokoldalúan fejleszti a gyermekeket, és jó, hogyha egymást elfogadják. És azt is nagyon szerettük volna, hogyha a hátrányos helyzetű települések ugyanolyan eséllyel indulhatnak ezen a versenyen, mint például egy nyíregyházi iskolából, ahol sokkal könnyebb nekik megjelenni ilyen versenyeken, és ők itt együtt találkoznak. És nemhogy az emberi kapcsolatok erősödnek egymásnak az elfogadása, hanem a művészetek szeretete, hiszen a néptáncos látja azt, hogy milyen sok munka van abban a modern táncban, vagy a társas táncos hallhatja a zongoristát, hogy bizony, hogy milyen komoly koncentrációt igényel, és így folytathatnám, tehát én nagyon sok a célja a rendezvényünknek. Bacskó Helga az egyik legfiatalabb a résztvevők között. A tehetséges kislány 2 éve kezdett táncolni, 1 éve pedig már versenyekre is jár a Szabolcs DSS színeiben. A tánc az közel áll hozzánk egyébként is, mert édesapa több mint 10 évet táncolta a Szatmár Néptánc együttesbe. Azt hittük, hogy Helga is néptáncos lesz, de a csípője külön életet él, úgyhogy igazából nem való néptáncosnak. Nagyon szeretik ott a tánciskolában, ahova jár. Igazából mindenki szereti egymást, egy nagy kis család az egész támogató közösség. Levelekre idén már másodjára jöttünk, tavaly voltunk először, akkor kezdte a versenyzést. Hát ő már Pestre is jár, magyar bajnokságokra, és most is volt nem olyan régen Pesten, ott nem a saját korosztályában, de első lett a nagyobbak között. Mi támogatjuk ebben, hogy ha szeretne, nyugodtan járjon versenyekre, mert jót tesz neki, jót tesz a gyerekeknek azt, hogy érzik, hogy fellépnek, meg magabiztosságot is ad. Kárpátaljáról több csapat is érkezett a megmérettetésre. Kárpátaljáról érkeztünk, a Felső Tiszavidéki Visk településről, Szivárvány Táncegyüttes nagy csoportjaként. Jelenleg 18 fővel vagyunk itt. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy itt lehetünk. Ez az első ilyen határon túli megmérettetésünk, mint néptánc csoport. A gyerekek is nagyon izgatottak, jó magam is nagyon izgatott vagyok. A korai kelés ellenére még mindig rengeteg sok energiával rendelkezünk, és nagyon várjuk már, hogy színpadra kerülhessünk, és megmutassuk egy zsűrinek, hogy mivel is készültünk. Most egy rábaközi produkciót hoztunk ide, verbunkkal, dussal és frissel együtt. A Viski Folkműhely 2 tánccsoportot működtet, a kisebbek 24 főt számlálnak, a nagyobbak 18-an vannak. Heti 2 alkalommal próbálunk. A Magyarországi Hagyományok Háza hálózatnak köszönhetően mentorprogramban is részesülünk. A Lőrinc Sándor és Lőrinc Beáta házaspárok járnak ki hozzánk mentorálni, amiért nagyon hálásak vagyunk. Sokkal nagyobb szakmai előrelépéseket tudunk ezáltal produkálni, úgyhogy így izgalmasabbak a próbák is, mert mindig van hová fejlődnünk.
a leveleki önkormányzat nem először ad otthont a nagyszabású rendezvénynek. Az általános iskola épülete mellett ilyenkor a művelődési ház is zsúfolásig tele, és az étkeztetésben is segítik a szervezőket. Már most harmadik éve próbáljuk a legjobban logisztikázni ezt az eseményt, és már egyre több a tapasztalat, ugye itt a parkolás terén, az intézményeink biztosítása az étkezés terén, és hát mondhatom büszkén, hogy egyre gördülékenyebben megy, igyekszünk helytállni, és hát bizony nagy örömmel hallottuk, hogy a versenyre érkezők szeretnek idejönni, és a szervezők is elégedettek, mind az intézményeinkkel, mint pedig a vendéglátással. A Krétakör művészeti verseny az elmúlt 16 év alatt a vármegye egyik legjelentősebb kulturális eseményévé nőtte ki magát. Az a több mint 1000 résztvevő, és itt gyerekekről, kisgyerekekről, nagyobb gyerekekről, felnőttekről beszélünk, mind-mind nagyon felkészültek, és mind-mind nagyon várják évről évre ezt a versenyt, amely már 16. alkalommal került megszervezésre, köszönet a szervezőknek, és már harmadik alkalommal van itt Levelek nagyközségben, amely úgy gondolom egy nagyon méltó környezetet biztosít ennek az összművészeti versenynek, és annak a versengésnek, amelynek a végén úgy gondolom, hogy mindenki majd akár nyer díjat, akár nem nyer díjat, úgy gondolom, hogy úgy megy majd haza, hogy értékekkel gazdagodott, és meg tudta mutatni azt a sok csodát, amelyet az évek alatt magába gyűjtött. A megbérettetés a több mint 1000 fős részvétel miatt idén is reggeltől estig tartott. A művészeti ágakban és korcsoportokban több eredményhirdetést is tartottak, ahol az érmek mellett minősítéseket és külön díjakat is átvehettek a versenyzők. Folyamatosak a programok Nyíregyházán, a Görögkatolikus Múzeumban. Erről beszélgetünk Szabó Irénnel, akit nemrég megválasztottak az Egyházi Múzeológusok Egyesületének új elnökévé, amelyhöz szépen gratulálunk. Köszönöm. Egy picit talán magáról erről a feladatról mesél nekünk. Az Egyházi Múzeológusok Egyesülete 2006-ban jött létre, én is ott voltam az alapításnál, és azóta tagja vagyok, illetve elnökségben is dolgoztam. Ez egy ökumenikus szervezet, nyitott minden felekezet előtt, és a különböző felekezetek muzeális intézményeit fogja össze. Múzeumok, gyűjtemények, kiállítóhelyek, amelyek az elmúlt 10-20 évben jelentős fejlődésen mentek keresztül, mint itt Nyíregyházán a Görögkatolikus Múzeum is mutatja, és új szakmai kihívások előtt állunk. De ezért már 2006-ban, amikor egészen más volt a finanszírozása az egyházi kulturális intézményeknek, akkor egyrészt szakmai, másrészt érdekvédelmi szervezetként alakult meg, és nem az intézmények a tagok, hanem maguk a múzeológusok, tehát egyénenként lépnek be, és dolgoznak az egyesületben. Akkor most 4 évig a te feladatod lesz ennek az irányítása. Vannak-e olyan tervek, amelyek mondjuk gyökeresen ellentétesek, vagy legalábbis újító szándékúak a korábbiakhoz képest? Újító szándék van, igen. Egy 7-tagú elnökség van, akikkel már összejöttünk és gondolkodtunk azon, hogy hogyan folytatjuk tovább az egyesületnek a munkáját. Egyrészt van egy nagyon jól kialakult struktúra, minden évben van egy közgyűlésünk, van egy őszi szakmai napunk, amikor mindig az ország valamely pontján egy új kiállítást, vagy egy új fejlesztést tekintünk meg közösen, és van egy nagy nyári konferenciánk, ami 2 vagy 3 napos, minden évben június végén, most Pápán lesz a Pannonia Reformát a Református Múzeumban, ilyenkor az többi egyházi kulturális szervezettel, a Levéltárosok Egyesületével és a Könyvtárosok Egyesületével is kapcsolódunk, és velük együtt közösen szervezzük ezeket a nagy konferenciákat, hiszen a szakmai problémáink sokszor megegyezőek, és együtt hatékonyabbak tudunk lenni. Fontos dolog a tagságunknak a bővítése, hiszen vannak olyan intézmények, ahonnan még nincsenek tagjaink, szeretnénk határon túli tagokat is bekapcsolni, és hát továbbra is ezt a szakmai érdekvédelmi munkát erősíteni. Itt Nyíregyházán viszont a Görögkatolikus Múzeum kapui nyitva állnak, a Betlehem Gábor utca 31 szám alatt, kezemben pedig a prospektus, rosszul néztem, 21, bocsánat, szám alatt. Sokan egyébként azt gondolják, hogy hát ide nem is mehet be
akárki, vagy minimum kereszténynek, de legalábbis görögkatolikusnak kell lenni ahhoz, hogy ezt a múzeumot látogassa, cáfolj meg, ugye nem így van? Nem így van, szó szerint meg tudnak cáfolni. Ez valóban élhet az emberekben egy ilyen sztereotípia, hogy egyházi intézmény görögkatolikus, oda biztos csak azok mehetnek be, akik ehhez az egyházi közösséghez tartoznak. Nem így van, hiszen a görögkatolikus egyház lassan már 500 éve ilyen formában, görögkatolikus formában része a magyar nemzet történelmének, és azokat a kulturális és történeti kincseket, emlékeket szeretnénk megmutatni, amely szerves része a magyarság történetének, a kereszténység történetének, tehát aki érdeklődik az ilyen típusú, elsősorban egyházművészeti a kiállításunk, nagyon sok interaktív eszköz van, ahol sokféle háttérinformációhoz lehet kapcsolódni, tehát közben a nézők látják is azokat a képeket, amelyeket kollégáink készítettek. Egyébként is főleg egy ilyen meleg nyári napon szerintem üdítő belépni ebbe az épületbe, és egy picit elkalandozni, és egy ilyen történelmi és egyben lelki utazásnak is a részesévé válni. És hát ugye az állandó kiállítások mellett különböző programok is vannak, amelyeknek az időpontját nem árt figyelni. Mik azok, amelyek tulajdonképpen idézőjelben így a nagy közönség számára is érdekesek lehetnek? Igen, kapcsolódnék hozzá abban, hogy valóban a nyári meleg időszakban egy hűvös kiállító térben megpihenni és szemlélődni, ez is egy nagyon-nagyon jó program tud lenni. A múzeumunk ez évtől kezdődően a havi rendszerességgel visszatérő két programsorozatot indított, az egyik zenei, ami a keleti egyházi zenének a rejtelmeibe vezeti be a látogatókat, a másik pedig az állandó kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetések. Mind a két programunkból van még egy-egy, az utolsó a bizánci dallamokból most május 27-én lesz, Bugnó Tamás Lisztdíjas karnagy, a Szent Efrén férfikar alapítója, aki illusztrált előadásokat tart mindig egy-egy témában, és a különlegesség az, hogy a résztvevőket meg is énekelteti, tehát meg is tanulunk valamit minden egyes alkalommal, és a rendhagyó tárlatvezetése következő alkalma június 4-e lesz, amikor Fabiny Tamás evangélikus püspök tart majd tárlatvezetést. A nyitottságnak vagy a nyitásnak egyik formája számunkra az, hogy a görögkatolikus egyház sajátos kultúrájára rá lehet tekinteni más felekezetek szemével, vagy pedig teljesen világi szempontból. Volt már építész, volt festőművész, volt református püspök, és most a Fabiny Tamás evangélikus püspököt hívtuk meg, hogy egy evangélikus számára mit mondhatnak az ikonok, vagy a mi egyházi tárgyi kultúránk értelmezhető, és hogyan értelmezhető számukra. Hát nagyon szépen köszönjük, sajnos elfogyott az időnk, de ha már a júniust itt elővetítettük, június 24-én Szent Iványi napján ugye az ország múzeumai, köztük a görögkatolikus múzeum is nyitva tart, és nagyon különös programmal készültök, úgyhogy addig még meghívunk titeket, hogy erről is egy pici ízelítőt adjatok, és reméljük, hogy sokan a kálai gyűjteményből átsétálnak majd a görögkatolikus múzeumban, hiszen éjfélig nyitva áll majd várjuk a múzeum. Várjuk szeretettel a múzeumok éjszakáján a látogatókat 6 órától éjfélig, és remélem, hogy lesz mód arra, hogy részletesen is beszámoljunk róla, hogy milyen programokkal készülünk. Köszönjük szépen. Kedves nézők, mi pedig Máté Szalkán folytatjuk a víkendet. A képzőművészet mesterei avatták be a tanulni vágyókat a bútorfestés, a gyöngyfűzés, a makramé és a naturkozmetika világába. Az így készült alkotásokat május 30-áig lehet látni a Szentpéteri Zsigmond Kulturális Központban. Citera szóhangja töltötte be a Szentpéteri Zsigmond Kulturális Központ és Színház terét Máté Szalkán az Aszakör kiállításának megnyitóján. A Nemzeti Művelődési Intézet által támogatott program 2019-ben a pandémia időszaka alatt indult útnak, ápolva ezzel a közösséget, a kultúrát és a hagyományokat. Ekkor a képzőművészet mesterei mutatták be videós formában a hímzés, csipkeverés, makramé és gyöngyfűzés alapjait.
Amikor nyitottak a közösségi szinterek, elindították a szakkört jelenléti formában is, melyet továbbra is nagy érdeklődés övez. Ezzel az volt a célunk, hogy otthon ülve bárki, tehát a fotelból is nyilván az alapokat elsajátítsa, és ez egy nagyon-nagyon sikeres programunk lett, amely nem csak Magyarországon, hanem már külföldön is rengeteg nézője vagy regisztrálója volt a felületnek, ami egyébként mai napig, tehát ingyenesen lehet rá regisztrálni, és ezek megtekinthetőek. Az idei évben az egész országban nálunk indult a legtöbb szakkör, 176 szakkörünk van a megyében, azért azt gondolom, hogy 229 településről 176 szakkör, ez nagyon-nagyon szép és jó dolog, és valóban mindenhol nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk, hogy valóban elértük azt a célt, hogy közösségek jönnek, alakulnak, akik nagyon-nagyon jól érzik a közösségekbe egymást, és ezek meg is maradnak, ezek a közösségek. Van olyan a szakkör befejezését követően más területre eveznek hát, de hogy ott vannak, és nagyon sok esetben a település városvezetők is elmondják, ahogy ma itt Mártészalkán is látható, hogy akár több programot is tudnak segíteni a városban, hiszen láthatjuk, hogy itt is azért nem a népművészet nagymestereit kerestük ezzel a programmal, de én azt gondolom, hogy ha itt körbenézek, akár a bútorfestés, akár de bármelyik szakkörön, de a Gyöngynél is, hogy valóban én azt gondolom, hogy ezek profi munkák, és senki nem mondaná meg, hogy ezeket amatőr készítették. Vékony névirág Tünde a népi bútorfestés szakkört választotta. A kurzuson egészen az alapoktól indultak, mint az ecsetkezelés, a festékek keverése és a vonalak húzása. Én a szakkörről egyébként az internetről tájékozódtam, tehát már ott évekkel ezelőtt is láttam, hogy működik ilyen dolog, sőt voltam is kiállításán Panyolán, és nagyon örültem, hogy itt Mártészalkán is lehetőség nyílt ebben az évben, hogy indultak szakkörök. És ezek közül, az öt szakkör közül választottam ki a népi bútorfestést. Úgy gondoltam, hogy ez így közel áll hozzám, szeretek festeni, szeretek alkotni, és ezt még nem ismertem. Úgyhogy én ott tájékozódtam e felől, és így jelentkeztem. Milyen volt a ti csoportotok? Hogyan kell elképzeljük ezt a szakkori munkát? Hát a mi csoportunk szerintem egy nagyon sajátos csoport volt, mert hogy mi kollégák voltunk, mind az öten, úgyhogy már ismertük egymást, és nagyon jó volt ez, hogy munka mellett, vagy munka után is összejöttünk, általában szombatonként, 9-től délig tartottak ezek a foglalkozások, de mindig utána is alkottunk, tehát mikor hazamentünk, nem tudtuk abba hagyni, ugye ott nem fejeztük be, de az a alkotási vágy hajtott bennünket, és otthon is küldtük a fotót, hogy ki hol tart, mikor készültünk el, hát volt, aki ugye ilyen estig is akár dolgozott. Milyen motivumokat, és mire festettetek? Hogyan működött ez az egész? Ez úgy működött, hogy a tanárunk, ha mondhatom így, Ament Éva, a népi iparművész, a Népi Bútorfestők Egyesületének az elnöke, és a szakkör videóin ő tartja a kurzusokat. Templomkazettákat, karzatkazettákat festettünk különböző tájegységeknek a motivumaival, például kórósi, vizesréti, sói, kiétei templomokhoz kötődő kazettákat. Aztán ugye bútorfestés, aztán festettünk tükröt, kis ládikát, kulcstartót, ajtókopogtatót, aztán volt olyan lehetőség is az utolsó foglalkozáson, hogy kedvünkre alkothattunk, és akkor kinek mi volt otthon, én például tálcát és falválfát festettem. Kedves nézőink, ez volt a Weekend első része, de ne menjenek messzire, a híradó után is maradunk Mártészalkán. Néhány táncos produkció erejéig, Dakálai gyűjtemény új időszaki kiállítását is megmutatjuk, maradjanak velünk. Véget ért a Filharmónia Magyarország idei hangverseny sorozata Nyíregyházán, méghozzá Balázsi János zongoraművész közreműködésével. Liszt Ferenc és Csajkovszki műveit a Kodály hangversenyteremben hallhatta a közönség. Ezzel indítjuk a Weekend második részét.
Hogyan állították össze ennek a ma esti koncertnek a programját, az anyagát? Több oldalról néztük meg a dolgot. Egyrészt, hogy szerettünk volna egy olyan nagyon populáris, közkedvelt darabokból összeállított koncertműsort, ahol nagyon gyorsan kiderül a zenekarnak és a szólistának is nagyon sok erénye. Ugyanak hihetetlen virtuóz játék mellett azért ez egy nagyon színes program, úgyhogy nem csak a minőségét tudjuk megmutatni a zenekarnak, hanem nagyon sok színűségét és sok oldalúságát is. Greek All Back szvítjével kezdünk ezen a mai koncerten, amely 5 különböző kis karaktertétel, és ugye ez egy ilyen barokk szvít elrendezésre, vagy annak a mintájára külön barokk tételek vannak benne, a Preludium, vagy a Sarabande, vagy Zsíg, amire éppen gondolok, de ugye egy nagyon romantikus formában. És az Anima Muzici, ugye a zene lelkéről elvezett együttes, itt a léleknek a játékait igazán meg tudja majd mutatni ebben a darabban. Ezt követően Balázs János fantasztikus szólózongora játékában fogunk közreműködni, ugye a Liszt magyar fantáziájában. Ezt Balázs Jancsi választotta, ezt a darabot, hogy akkor ezt játszunk. És mi azt gondoltuk, hogy talán a nem véletlenül legnépszerűbb és legtöbbet játszott C-dur vonós szerenát Piotr Ilics Csajkovszkitól, az egy megfelelő második fél idő lehet ennek a koncertnek. Balázs Jánossal mennyire gyakran koncerteznek együtt? Hát az utóbbi időszakban, mintha összenőttünk volna, tehát rengeteget játszunk együtt, nagyon is szeretünk együtt játszani, nagyon egymásra talált szólista és zenekar. Azt kell, hogy mondjam, hogy vele játszottunk a magyar szólisták, Kossuth Díjas művészek közül a legtöbbet az elmúlt 3 évben. Ez körülbelül 3 év alakult ki, ez az igen szoros kapcsolat. Nyíregyházán jártak már korábban? A zenekarral még nem léptünk föl, úgyhogy itt nagyon várjuk már a mai esti koncertet. Azt már a főpróbán megállítottuk, hogy egy csodálatos teremről van szó akusztikailag, úgyhogy nagyon élvezetes benne játszani, úgyhogy bízok benne, hogy egy sikeres koncert lesz majd a mai. És milyen az idei koncertévadók? Sok koncertjük volt, illetve lesz még? Hát most nagyon sok koncertünk van, talán ebben az évben nyitottunk a leginkább így pesti zenekarként a vidéki helyszínek felé, országjárást csináltunk ebben az évben, most legutóbb Kaposváron voltunk, jövő héten megyünk Egerbe, de hát Miskolcon, Pécsen, Győrben rengeteg helyen megfordult a zenekar, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy rendkívül sűrű a programunk, 3-4 naponta játszunk ebben a májusi-júniusi időszakban, aztán július az pihenéssel telik, meg megyünk Portugáliába, meg Olaszországba egy-egy koncertre, de hát most nem unatkozik a zenekar, rengeteg fellépésünk van, aminek nagyon örülünk, és hát próbáljuk elérni azt, hogy a sűrűséggel együtt azért minden koncertünkön megszólalhasson az Anima Muzici, vagyis a zenelelke. Hogyan tapasztalják külföldön? Másképpen fogadják az önök muzsikáját, mint Magyarországon? Hát egyrésztről van egy olyan általános tendenci, hogy külföldön nem játszunk mindig. Hogy a Pesten tudom, évi 50 koncertet játszik az Anima, nagyon sokszor lehet hallani, és már egy elvárt, megszokott szint van, egy még mindig talán fiatalnak mondható együttestől. És amikor kimegyünk külföldre, akkor így nézik, hogy kik jönnek fel a színpadra, és az első szám után azért egy ilyen elementáris meglepetés szokott lenni. Illetve hát minden nemzetnek megvan a saját kultúrája a tapsban, mondjuk például, tehát nemzetenként nagyon megfigyelhetően különböző változások, hogy mi jelent nagy sikert, mi jelent egy átlagos siker, de azt gondolom egyébként, hogy alapvetően mindenhol lelkesen fogadják a zenekart, és a nagy eltérések nincsenek. Visszatérő vendége itt a nyíregyházi koncert közönségnek ön, hogy szokta érezni magát? Talán Nyíregyházára tudom azt mondani, hogy a szívemhez legközelebb álló város. Főleg, hogyha a szakmai oldalát nézik az életemnek, hiszen itt éltem el, itt éltem át, és itt éltem meg életem első komoly zenei sikerét, ahol 8 évesen, amikor a nyíregyházi országos zongora versenyen itt első díjat kaphattam, úgyhogy ide nem csak különleges érzéssel, hanem nosztalgiával is visszatérek, és olyan jó érzés, hogy gyakorlatilag 8 éves korom óta itt a közönség és a szakma is elismer, szeret, és én pedig nem győzök elégszer eleget jönni ide, mert itt mindig jó játszani.
Milyen az idei koncertévada, merre koncertezett? Nagyon sok, nagyon sűrű. Vannak olyan hetek, amikor szinte minden nap játszom, egész Magyarországot járom. Számomra nagyon fontos, hogy én menjek a közönséghez, ne a közönség jöjjön fel egy helyre, akár Budapestre, ahol élek, és terjeszteni azt a mély magyar zenekultúrát, amit ránk hagytak a nagyjaink, és hát persze világszerte, Olaszország, Németország, nagyon sokat játszom, de ami ettől sokkal fontosabb, mert ezek számszerű tények, az az, hogy mindenhol azt csinálhatom, amit a Jóisten nekem adományozott tehetséget kibontakoztathatom, és az, hogy bárhol játszom, ott azért zömmel magyar muzsikát játszom. És ez Kínától Japánon át mindenhol hatalmas sikert arat. Ez azért jelzi azt, hogy a magyar zene, a magyar örökség az egy világkincs. Ma mit fog itt játszani? Egy szintén magyar világkincset, Liszt Ferenc magyar fantáziáját. Ez a versenymű talán a kedvencem az összes versenyművek közül, pedig játszok Rachmaninovot, Chopint, kortársat is, de ebben tudom igazán megélni a magyarságomat. Ez az, amit a legtöbbször játszottam már, és ebben van lehetősége a zongoristának egy picit improvizálni, egy kis szabadságot beleadni abba a leírt hangjegyekbe, amelyeket Liszt nyilvánvalóan népzeni ihletéssel, dalokat, dalamokat feldolgozva adott ki. Sereső az Anima Muzicé Kamara zenekarra tehetem ezt, akikkel az elmúlt egy-két évben nagyon sokat játszottunk együtt, úgyhogy egy különleges átirat, egy nem mindennapi hangvételű produkciót hallhat majd itt a közönség, mert hogy nem játszok kétszer ugyanúgy. Fürdőkből származó poharakat és az első világháborúhoz kapcsolódó csészéket is láthatnak az érdeklődők a Kállai gyűjteményben, ahol Nyíregyháza várossá válásának 271. évfordulója alkalmából nyílt új időszaki kiállítás. A nagyrészt dr. Jakó János gyűjtéséből származó tárgyakat a múzeum saját darabja is kiegészítik. Nyíregyháza ebben az évben ünnepli újratelepítésének 271. évfordulóját. Ennek alkalmából a Kállai gyűjtemény dolgozói úgy gondolták, hogy egy időszaki kiállítással csatlakoznak a megemlékezéshez. Így született meg a Nyíregyháza összeköt ötlete. A magángyűjtők által adományozott tárgyakat a múzeum saját darabjaival is kiegészítették. Nyíregyháza ebben az évben ünnepli újratelepítésének 271. évfordulóját, és a Kállai gyűjtemény dolgozói úgy gondolták, hogy egy kiállítással csatlakoznak ehhez a rendezvényhez, ehhez a megemlékezéshez. Rengeteg féle tárgyat és iratot is láthatunk itt. Hogyan indul el ennek a gyűjtésének a folyamat egyetem? Megszületett a gondolat, hogy kiállítás lesz, és akkor mi történik onnantól kezdve itt a Kállai gyűjteményben? Először is van egy saját anyagunk, de vannak Nyíregyházán magángyűjtők is, és hogyha beleillik a koncepcióba, akkor a magángyűjtőktől szoktuk kölcsönkérni az anyagot, és együtt állítjuk ki. És ami belefér ebbe a koncepcióba, azokat kiválogatjuk, és akkor elrendezzük.
Akkor részletezzük is egy picit most ezeket, hogy milyen tárgyak ezek, kiktől és mennyi idő alatt sikerült beszerezni. Dr. Jakó János nyugalmazott főorvos gyűjteményének a gyűjteménye az egyik része a kiállításnak. A családja ajánlotta fel, hogy szívesen kiállítanák ezeket a tárgyakat, és ez volt a remek lehetőség rá, ugyanis a Jakó főorvos gyűjteményében van nagyon sok képeslap, ami Nyíregyházát ábrázolja, és ebből mi 36-ot kiállítottunk most a kiállításban. Ugyanakkor felajánlott még különböző első világháborúból származó mozsarakat, valamint első világháborúhoz kapcsolódó bögréket, csészéket, illetve a Nagy Magyarország területéről származó, fürdőhelyekről származó poharakat. És ez volt az alapja a kiállításnak, amit mi kiegészítettünk a saját gyűjteményünkkel. És azért az a címe, hogy Nyíregyháza összeköt, mert ugye Jakó főorvos Sárospatakról származik, de itt él és dolgozott, és itt él Nyíregyházán. Ugyanakkor a Kálai gyűjteménynek az anyaga, az egyik része Rómából származik, a másik része pedig Bécsből. És azért ez a címe a kiállításnak, hiszen három olyan városról van szó, amit Nyíregyháza köt össze ezzel a kiállítással, illetve ezzel az eseménnyel. Hány darab tárgy látható most itt ebben a kiállításban, és neked például melyik a legkedvencebb darabod ezek közül? Szám szerint nem tudom, hogy hány tárgy található. Az iparművészeti anyagon kívül képeslapokat lehet még megtekinteni. Van egy zsolnai mélytál a kiállításban, ami az én kedvencem. Ez Ilosvai Johanna hagyatékából van, ő általa került a Kálai gyűjteménybe. És miért ő a kedvenced? Nagyon szép a díszítése, és impozáns a nagysága is. A kiállítás címe sem véletlen. Jakó főorvos bár Sárospatakon született, Nyíregyházán él, és az itteni kórházban dolgozott. A Kálai gyűjtemény anyaga pedig Rómából és Bécsből származik, abból a korszakból, amikor Nyíregyháza a polgárosodás útjára lépett. Nagyon sok olyan tárgyat láthatunk itt, amit akár nagymamáink vitrényeiben is megtalálhattunk. Hogyan kapcsolódik ez Nyíregyháza múltjához, történelméhez? A tárgyak, amik itt láthatók, a szerves részei a város fejlődésének. Az a telepítési pátens megszületett, ami a városnak az új telepítését szorgalmazta, és szeptemberben pedig 200 éve évfordulóját ünnepeljük annak, hogy a város megváltotta a feudális szolgáltatásait az örökváltsággal, és ráléphetett a polgárosodásnak az útjára. Ezek a tárgyak abból a korszakból származnak, amikor már Nyíregyháza a polgári fejlődés szakaszában volt éppen, de egy olyan évet láthatnak a látogatók, amelyek megmutatják azt, hogy a város, amikor igazából átvette a vármegyei szerepet, mekkorát fejlődött. Akkorról vannak ugye a evangélikus templomon kívül az első épületeink, amelyek mind a mai napig láthatóak. Ezek a tárgyak egy olyan szimbolikát tesznek elénk, amelyek tényleg a város összekötő jellegét mutatják meg, hiszen a 19. század végétől a város igen erős regionális piaci központ volt, ahonnan a Kárpátaljáról, a Parciumból, északról, a hegyekből jöttek le árusok, akár vásárolni, akár pedig eladni, és megjelentek azok is, akik olyan tárgyakat, olyan emléktárgyakat árultak, amelyek a helyiek képesek voltak megvenni, sőt olyan is, hogy a nyíregyháziak elutaztak a különböző fürdőkbe éjszakra, és ajándéktárgyakat vásároltak, vannak itt olyan kis üveg alkotások, amelyek direkt emléktárgyak voltak már akkor a felvidéken található különböző jól hírű, jó nevű fürdőkben. Tehát egy olyan korszaknak az emlékei maradtak itt meg, amelyek bár egykor valószínűleg ajándéktárgyak, használati tárgyak voltak, de ma már ugye nincsenek. És Jakó János főorvos úr, őnek egy olyan gyűjtő, nyilván a választott és nagyon magas szinten művel szakmája mellett, amely megőriz a számunkra valamit, nem csak a jelennek, hanem a jövőnek, és egy olyan letűnt korszaknak az emlékeit, amelyek bár régen lehet, hogy használati tárgyak voltak, vagy dísztárgyak voltak, de ma mutatják azt, hogy valójában annak a kornak a fejlettségi szintje, a kézműves ipari szintje milyen magas szinten volt, hiszen ezek a tárgyak, ezeknek a tárgyaknak a nagy része egyedi kézzel készített tárgy, a mai tömegtermeléssel szemben áll ez a régi világ,
Azért nagyon fontos, azt gondolom, hogy ezen keresztül mutassuk be Nyíregyháza összekötő jellegét, hogy láthassuk azt, hogy a fejlődés lényegében a újratelepítés óta majdnem töretlen volt. Nyilván a különböző világháborúk, különböző politikai korszakok tudták ezt befolyásolni, de a város nem tartana itt, mint ahogy tart a jelen napjainkban, hogyha az elődei nem tettek volna mindent meg azért, hogy ez a város rendben legyen, szépüljön, épüljön, és ez biztos, hogy nagyon sok munkával érték el. A nyíregyháziak sokszor jártak fürdőkbe, és ott vásároltak ajándékokat. És bár a kiállított tárgyak nagy része dísztárgyként funkcionált, fontos üzenete van a mai kornak. Ezek ugyanis kézműves, aprólékosan elkészített egyedi darabok, ellentétben a mai kor tömegtermékeivel. A kiállítás célja, hogy erre is felhívják a látogatók, elsősorban a fiatalabb generáció figyelmét. De más programok is várják a kicsiket és a nagyokat egyaránt. A városavállás 271. évfordulóját ünnepeljük, és úgy gondoltuk, amikor a dr. Jakó János anyaga bekerült a gyűjteménybe, mint kiállítási anyag erre a fordulóra, hogy a Kále gyűjtemény anyagából is kiegészítve egy komplex kiállítást mutassunk be a nagy közönség előtt. Egy hónapig látható, tehát jövő hónap 8-áig látható a kiállítás, június 8-áig, de ezt követően aztán jönnek egyre több és színesebb programok. Még május 21 és 24 között egy gyermeknapi programsorozattal várjuk a gyerekeket. Hál' Istennek nagyon sok óvoda és általános iskola alsó tagozat jelentkezett. Kis állatcsimogatótól kezdve érdekes programok, múzeumpedagógiai foglalkozások lesznek. Majd június 14-én nyitjuk a pénztörténeti kiállításunkat. Ebben a Budapesti Pénzmúzeum és a Magyar Nemzeti Bank partnerként is közreműködik, és június 22-én pedig a múzeumok éjszakája, ami a pénzről fog szólni, hisz ez a kiállításanyag adja az alapját, de minden, ami pénzzel kapcsolatos kicsiknek és nagyoknak izgalmas programokkal lesz tele. Sőt, meg lehet említeni, mert már igen mondott, igaz, hogy más oldalról közelítette meg annak idején a pénzzel való kapcsolatát, Ambrus Attila Viszkist is meghívtuk, jelen lesz ezen a programon korongozással, be akarja vonni a közönséget is ebbe a kerámia készítésbe, illetve egy kis ilyen beszélgetős talkshow műsort is szervezünk vele, úgyhogy sok izgalmas játékkal, programmal várjuk a látogatókat ezen az éjszakán. A Nyíregyháza összeköt című időszaki kiállítás június 7-ig látható a Nyíregyházi Kállai gyűjteményben. Idén is megrendezték Máté Szalkán a Képes Táncgálát, ahol a Képes Géza Általános Iskola és a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola diákjai és pedagógusai is megmutatták, milyen az igazi magyar virtus, ha néptáncról van szó.
Kedves nézőink, ennyi fért a mai Weekendben, reméljük tetszett, amit láttak. Ha valamiről lemaradtak, vagy újra néznék az adást, a kölcseitv.hu oldalon megtehetik. Érdemes is ezt megtenni, hiszen elhangzott egy szám, amivel páros mozi jegyet nyerhetnek, mégpedig az, hogy hányadik alkalommal szervezték meg leveleken a Kréta kör művészeti versenyt. Találkozunk jövő héten is, én kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét és jó pihenést kívánok Önöknek, viszontlátásra!